Tehát eltávolítom a mellúszó. Ups, igen. Akkor a kopoltyúfedőt. Előtűnik a kopoltyú üreg, kopoltyú üregben a kopoltyú lemezek, tehát kopoltyú ív. Kopoltyú íveken ez a fehér színű, fésűfokszerű képződmény a szűrő berendezés. Az egyes kopoltyú ívekhez kapcsolódnak a kopoltyú lemezek. Egy kopoltyú ívhez egy pár kopoltyú lemez kapcsolódik. Négy teljes kopoltyú íve van a ponttyúnak. Ez az egyik kopoltyú ív, ez a második kopoltyú ív, ez a harmadik kopoltyú ív, ez pedig itt a negyedik kopoltyú ív. Tehát minden egyes kopoltyú ívhez lemezek kapcsolódnak, a lemezek pedig lemezkékből épülnek fel. Tehát ezeket a csontokat itt átvágtam és eltávolítottuk, tehát így egy kicsit közelebb férkőztünk a szívhez. A szív burok üregének a hártyáját vágom most át, az úgynevezett septum transverzumot, és így bekerülünk a szív burok üregébe, ahol a szív helyezkedik el. Tehát szívburok üregében vagyunk, kiszedjük a szívet, mégpedig itt a tüdő, a kopoltyú artériás törzsnél fogjuk elvágni egy részt. Itt van a kopoltyú artériás törzs, ezt átmetszem. Okay. Tehát ez, és ki fogom emelni a szívet. Hát egy csomó. Tehát ez a része itt, ahol a véralvadék van, a véralvadékot most kiszedem. A pitvar. Jó. Tehát ez a terület itt a szívnek a pitvar része. A pitvar előtt van a vénásöböl. A test felől érkezik ide az elhasznált vér. Tehát erre a területre. Innen a pitvarból átkerül a kamrába. Ez a kamra rész. Tehát ez a izmos falú üreg a kamra, tehát az elhasznált vér a kamrába kerül, kamrából pedig az artériás hagymába. Ez a fehér hagymaszerű, hagyma alakú képződmény az artériás hagyma, és az artériás hagymának a folytatása a kopoltyú artériás törzs. Ez a kopoltyú artériás törzs a kopoltyúkhoz szállítja a vért. Tehát ide a kopoltyúkhoz fogja szállítani a vért. A baloldali kopoltyúit látjuk, a kopoltyú éveket, a rajta levő szűrő készülékekkel, és a garat íven pedig a
garat fogat. Itt a garat foga. Meg. Tehát itt a garat fog. Tehát a garat fogakat látjuk. Itt vannak egyrészt ezen a garat íven, másrészt itt a másik garat íven is itt vannak ezek a fogak. Fajra jellemző, fajhatározó bélyeg a garatfog, különben itt a ponyféléknél, és itt fölül pedig a koponya alapi részénél a ponykő, tehát itt van a ponykő, tehát a garatfogak és a ponykő közé kerül a táplálék, és mechanikailag aprítja, illetve a vizet nyomja ki belőle.